13. alkalommal indul idén útjára a poszt. Az esős is kegyes volt hozzánk, és az idő is, ez jó jel? Jó jel, a 13 szerencsés szám. Mondom, számmisztikában nem hiszek, de a 13 szerencsés az én olvasatomban. Én úgy gondolom, hogy egyrészt prím szám, ugye csak önmagával osztható, tehát én úgy gondolom, hogy oszthatatlan lesz ez a poszt. Nagyon sokszínű, nagyon sokrétű, nagyon gazdag a kínálat, mindenféle ízlés megjelenik az avantgárdtól, a klasszikus értékekig, hogyha az off-programot végigolvassa valaki és áttekinti, mindenféle formát, alakzatot, minőséget, az a garancia. Tehát a poszt mindig arról volt híres, és ezt igyekszünk tartani, eddig sikerült, hogy sokszínű, de a minőség az egy nagyon fontos dolog. Pécsi darab a Picasso kalandjai is ott van a versenyprogramban, milyen esélyekkel indul? Hát az esélyek, én azt gondolom, hogy ott lenni a 12-ben az önmagában nagy dolog. Nyilvánvalóan a díjak, ugye 14 díjat oszt a zsűri, ha jól emlékszem, plusz a színész zsűri díjakat. Tehát ebben van a legjobb előadás, legjobb rendezés, színésznő, színész, epizód színész, epizód. Tehát nagyon sokféle díj van, díszlet, jelmez, koreográfia. Én úgy gondolom, hogy természetesen esély van, de hogy aztán, ha nem jön össze a dolog, én azt gondolom, akkor is nyert a színházunk azzal, hogy egy remek előadást tudott nominálni a 13. posztra. Hamar elfogytak a jegyek a versenyelőadásra, az off-programok közül, aki viszont szeretne mégis valahova eljutni, mi az, amit ajánl, mi az, amit választhat? Hát pár jegyünk a nagy színházban van még, de igazán onnan sokat nem lehet már látni. Tehát aki nagyon akar jönni, az próbálkozhat a nagy színházba, a kamarába egyáltalán nincs jegyünk már hetek óta, illetve a Jeszben megvalósuló stúdiószínházi előadásra. A Kodály Központban sajnos a Kern koncertre sincs már egy darab jegy sem. A Xavéra van még talán egy 10-15 darab, tehát aki szeretne jönni, az feltétlen most szaladjon és vegye meg, most szombaton lesz. És hát van még jegyünk, az is nagyon erősen fogy, a Guang Opera Társulat, a Tajvanból érkező nagyszerű opera társulat, ami egy pekingi operát mutat be, ami hát gyakorlatilag a görög drámákkal egyidejű történet, hihetetlen látvány és mozgásvilággal, és emellett hát zenei háttérrel is. Én úgy gondolom, hogy aki a különlegességet, az unikumot kedveli, annak feltétlen ott kell lennie 14-én a Kodály Központban, és rengeteg kis offunk van. Azt gondolom, hogy a honlap a legjobb alkalom arra, hogy szörfözzön valaki, hiszen ott megtalálja ezeket helyszínek szerint is, időpontok szerint is. Ha feliratkozik hírlevélre, akkor folyamatosan a következő napi eseményekről értesítőt kap, tehát könnyebb eligazodnia. Én úgy gondolom, hogy ott is nagyon-nagyon sokszínű a program. Egyetemista előadások, klasszikus programok, kiskoncertek, nemzetiségi előadások, 11 különböző kiállításunk lesz, amelyek holnap nyílnak. Én úgy gondolom, hogy látogassák a belvárost és a Zsolnai negyedet, és mindent megtekinthetnek. Személyes kedvenc esetleg így a programok között? Személyes kedvenc? Hát nehéz választanom. Az az igazság, nekem mindegyik kedves, hiszen nem véletlenül kerültek ide. Úgy a versenyprogramban, mint az off-programban. De nem szeretnék kiemelni most ilyet. Én úgy gondolom, hogy kíváncsi és nagyon örülök Rátóti Zoli lemezbemutató koncertjének, de Béres Ilonának is, aki azt mondja, Fronton címmel mutat be egy majdnem monodrámát a Művészetek Házában. Emellett nyilván Kulka Jancsi is koncertezik a Bóbitában, tehát nem tudok választani, ugyanott a Hoppárt Társulat is, tehát nagyon-nagyon gazdag a program, nehezen tudnék kiemelni. Az a baj, hogy nagyon sokan a bőség zavrával küzdenek, hiszen egy nap 7-8 helyre lehetne menni, és óhatatlanul választani kell.